Ukrajnában is sokan ünneplik ezekben a napokban a karácsonyt. A háború miatt számos ortodox gyülekezet döntött úgy, hogy átveszi a nyugati kereszténység által használt Gergely naptár szerinti időszámítást. Eközben a harcok sem csitulnak. Szenteste Herszon belvárosát érte tüzérségi támadás, vasárnap pedig Kijevben is újra megszólaltak a légvédelmi szirénák. Először tartották december 24-én a karácsonyi éjféli misét ebben a kijevi katedrálisban. Az ortodox keresztények a Julianus naptár szerint január 7-én ünneplik Jézus születését, ám az ukrajnai ortodox egyház idén engedélyezte a hozzátartozó gyülekezeteknek, hogy áttérjenek a nyugaton használt Gergely naptár szerinti időpontra. Az orosz ortodox egyházzal néhány éve szakító ukrajnai felekezet döntését azzal indokolta, hogy az orosz agresszió miatt egyre többen akarnak decemberben ünnepelni. Az idei karácsony a függetlenségünk miatt is különösen fontos. Megszakad egy újabb kötelék, és nem kell Oroszországgal közösen ünnepelnünk, vélte az egyik hívő. Az észak-kelet-ukrajnai Harkivi területen szombaton tábori lelkész járta a lövészárkokat, hogy ünnepi áldást osszon a katonáknak. A Bakhmutnál harcoló egyik ukrán egység tagjai egy kis karácsonyfát is feldíszítettek. A Donyeck megyei várost hosszú hónapok óta próbálják elfoglalni az orosz erők, az intenzív összecsapások mindkét oldalon súlyos veszteségekkel jártak. A karácsony háború idején is ünnep, függetlenül attól, hogy milyenek a körülmények. Dörögnek az ágyuk, a mieink viszonozzák a tüzet, de megpróbálunk ünnepelni, mondta az egyik katona. A betlehemi csillag ragyogását az orosz légicsapások sem homályosítják el, erről beszélt szombat éjszakai videóüzenetében Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Karácsonyi dalokat fogunk énekelni olyan hangosan, hogy túlharsogjuk az áramfejlesztők zúgását. A családtagjaink köszöntése a szívünkben visszhangzik akkor is, ha megszakad minden kommunikációs vonal. A vaksötétben is megtaláljuk egymást, és ha nincs fűtés, öleléssel melengetjük szeretteinket, fogalmazott az elnök. Hatalmas karácsonyfát állítottak fel az orosz hadsereg által megszállt Mariupolban is, ahol hivatalosan január 7-én ünnepelnek. A békeidőben csak nem félmilliós kikötőváros lakossága a tizedére csökkent a háború kezdete óta. Vasárnap az orosz védelmi minisztérium is közzétett egy felvételt, amelyen orosz katonáknak oszt áldást egy tábori lelkész. Azt nem tudni, hogy pontosan hol készült a videó, amelynek leírása szerint a különleges hadműveletben résztvevő egységek tagjai a közelgő ünnepek előtt gyónhatnak, sőt akár meg is keresztelkedhetnek a fronton. Kijevi források szerint a dél-ukrajnai Herszonban szenteste 10 ember meghalt, több mint fél százan sebesültek meg az újabb orosz tüzérségi támadásban. Karácsony napján a fővárosban is újra megszólaltak a légvédelmi szirénák. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök egy vasárnap megjelent interjúban arról beszélt, hogy az orosz hadsereg a nemzeti érdekeket védelmezi, mivel a nyugat meg akarja osztani a történelmi Oroszországot. Az elnök közölte, kész tárgyalni az elfogadható béke érdekében, ám szerinte ezt Kijev és szövetségesei elutasítják.